Tisztelt vendégeink! A Pásztói Kézilabda Klub és a Herkules Diáksport Egyesület nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 2015 évi és immáron a 12. alkalommal megrendezésre kerülő sportbál minden jelenlévő vendégét. Mielőtt a bál elkezdődne, szeretném önökkel megosztani egy pár közérdekű információt. A ruhatár a lépcső mögött tőlem jobbra található, az emeleten a kabátjaikat úgy szintén elhelyezhetik a beépített szekrényekben. A büfé a szokásos helyen és színvonalon az előadó teremben várja önöket. A koktélos ez évben is várja minden érdeklődőt. A műsor ideje alatt a büfé szünetel. Dohányozni csak a tornaterem felüli ötös bejárati ajtó előtt lehet a szabad téren. Épületen belül tilos a dohányzás. Az épület szükség esetén három helyen lehet elhagyni. A földszinten két tálalóterem, tőlem jobbra a 3-as és 4-es terem, az emeleten a 7-es és a 9-es terem várja a vacsora ideje alatt önöket. Az este folyamán a zenét Szöllősi Róbert és együttese szolgáltatja. Természetesen az idei bálon is sok színvonalas tombola ajándék várja a szerencsés gazdáját.
A tombola jegyek folyamatosan megvásárolhatóak 250 forintos áron. A tombola fődíja Plecskó Péter felajánlása, ami egy hosszú hétvége az Alpokban, háromnapos, két éjszakás ellátással. Tombola húzás 23 órakor lesz. A bál megnyitásaként felkérem Domonkos Alajos urat, a Pásztói Kézilabdaklub elnökét, tartsa meg köszöntőjét. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Pásztói Kézilabdaklub és a Herkules DS-e rendezőinek nevében. Köszöntöm a megjelent intézményvezetőket, vállalkozókat, önkormányzati vezetőket, képviselőket és minden kedves vendégünket és sporttársunkat. Bár még nem érkezett meg, de köszöntöm Dömsödi Gábor polgármester urat és feleségét, Farkas Attilát, Pásztóváros alpolgármesterét, védnökünket. Zsiga Tamás, a Pásztói Járási Hivatal vezetőjét és feleségét. Szintén egyéb elfoglaltságai miatt még nem ért ide Vida Otto Kolos, Pásztóváros rendőrkapitánya, de a párját külön köszöntjük. Szabó Zsoltot, a Pásztói Általános Iskola igazgatóhelyettesét, edzőnket, a PKC oszlopos tagját. Távollétében köszöntöm Becsó Zsolt urat is, országgyűlési képviselőnket, védnökünket, aki édesapja halála miatt sajnos most nem tud jelen lenni. Külön köszöntöm a Magyar Kézilabda Szövetség által támogatott pályázatunk társasági és osztalékadóra vonatkozó 4,7 millió forint felhasználását támogató vállalkozások képviselőit és családtagjait. E forrást az ifjúsági csapatok működtetésére, edzésekre és versenyeztetésére fordítjuk. Fontos számunkra, hogy mindenki tudja, kik is ők, az Aktív 1 Kft., az Egyó Magyarország Kft., az M+P Kft., a Falus Plusz Kft., Csépe és Társa Kft., illetve a Blogoker BT. Kérem a cégek képviselőit álljanak fel, hogy megtapsolhassuk őket. Itt és most szeretnénk megköszönni Becsó Zsolt országgyűlési képviselő úr és Farkas Attila alpolgármester úr felajánlását. Köszönjük szépen! Kedves barátaim, kedves sporttársak! Szomorú kötelességem, hogy pár szóban emlékezzek tavaly fiatalon elhunyt barátunkra, sporttársunkra, Kecskés József Rekecára, aki a 90-es években több bajnoki idényben erősítette a csapatot. Mindannyian nagy küzdőnek, lelkes játékosnak, egyenes embernek ismertük. Tavalyi balesete nagy veszteség nem csak családjának, hanem nekünk is, egykori csapattársainak. Nélküle kevesebbek vagyunk. Kedves megjelentek, kedves barátaim! Ma ismét büszkén tekinthetünk vissza az elmúlt egy évünkre. Sportolói létszámunk örvendetesen megemelkedett, hiszen a tavasszal a Herkules DS-e ifjú sportolóit leigazoltuk, ezáltal biztosítani tudjuk a gyerekek további fejlődését, ifjúsági és felnőtt csapataink utánpótlását. Sikeres pályázatainknak köszönhetően a klub gazdaságilag stabil, ritkán mondhatjuk el ezt manapság. Eszközbeszerzéseinket, mezek, cipők, labdák, egyéb felszerelések gond nélkül be tudjuk szerezni. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 188 ezer forintot kaptunk, ami a második legnagyobb a klub eddigi történetében. Köszönjük szépen! A tavalyi báli bevétel minden reményünket meghaladóan közel 1,5 millió forintra rúgott, ami jegyeladásból, tombolából és egyéb támogatásból jött össze. Köszönjük Önöknek! Remélem jó szokásukat idénre is átmentették, mi értékes tombola ajándékokkal és finomságokkal is készültünk.
higgyék el, valóban minden finom végig kóstoltam. Komolyra fordítva a szót. A következő pár percben, az elmúlt évben kiemelkedő teljesítmény nyújtó sportolóinkat köszöntjük, fogadják őket szeretettel. Ebben a szezonban három utánpótlás csapatot, két ifi és két felnőtt csapatot versenyeztettünk. Ezekből a csapatokból szólítok most egyes sportolót, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Akiket szólítok, legyenek kedvesek ide jönni mellé. Az U12-es fiú csapatból Racskó Dávidot. Az U13-as lánycsapatból Vladár Dorka. Az U14-es fiú csapatból Szepesi Noel. Az ifjúsági lány és felnőtt női csapatunkból Krémer Dóri. Krémer Dóri, hol vagy? Akár oda is, igen. Ifjúsági fiút és felnőtt férfi csapatunkból Verebélyi Valentin. És még egy kis meglepetés a végére, Mészáros Sándor barátomat kérem szépen, hogy jöjjön ide sporttársamat. És kérem szépen Andó Ariánt is. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Egy egyesület életében nagy dolog az, amikor megjönnek a Salgótarjáni sporttársak. Komolyra fordítva a szót. Nagy dolog az, amikor válogatott sportolót adhat egy ilyen kis létszámmal működő klub. Valaha több évtizede az első felnőtt válogatottunk Sándor István barátunk volt, aki a PIK Szeged, a Veszprémi Építők oszlopos tagja, jó balkezes átlövője volt, Németországba fejezte be a pályafutását. Aktívan nem sportol, de hál' Istennek fia Roland a Fradiba, Gyöngyösön és egyéb NB1-es, NB1-b-s csapatoknál játszik. Nagy dolog az, hogy itt áll kedves serdülő korosztályú barátunk mellettünk, Andó Arián, aki több mint két éve már a Gyöngyösi Kézilabda Klubnál, egyesületnél dolgozik, kőkeményen azért, hogy megmutassa, hogy kapusként egy kicsit több, mint az átlagos kapus. 2014-ben beválasztották a magyar serdülő válogatottba, és Franciaországba, illetve Romániába különböző kupákon mérettette meg magát,
és büszkén mondom el önöknek, hogy első számú kapusává vált a magyar serdülő válogatottnak. Akik őt segítették, hogy ilyen szintre jusson, az az iskolába Szabó Zsolt edző úr, a magyar nemzeti válogatott serdülő csapatában Vágó Attila úr és Gúnya Péter úr. Gratulálunk, és kedves barátunknak további sok sikereket kívánunk. Aha. Kérem szépen, engedjék meg, hogy egy felajánlást biztosítsunk kedves barátunknak, a MetLife biztosító ZRT mellettem álló tanácsadója Domonkos Alajos elnök úr részéről, aki a fiatal barátunknak, sportolónknak balesetbiztosítást biztosít 25 ezer forint értékben. A díjak átadása után, az oklevelek átadása után abban bízom, hogy ebben az évben is lesznek majd kiemelkedő teljesítmények, és jövőre ismét együtt örülhetünk. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és ismét teltházas programon a város egyik kiemelkedő rendezvényén mulathatunk és vívathatunk együtt az immáron 12. jótékonysági sportváron. A bál szervezésében, megvalósításában nagy segítséget kaptunk az Ózon étteremtől, amit nagyon köszönünk. Én személyesen a bál minden egyes szervezőjének, résztvevőjének, előkészítőjének nagyon nagy köszönetet mondok. Köszönöm szépen! Mindannyiuknak szép estét és jó szórakozást kívánok, és ezzel a 12. jótékonysági sportbált megnyitom. Hajrá, Pásztor! A szokásainkhoz híven a bál hangulatát fiatal sportolók műsora alapozza meg. A következőkben a Pásztori Általános Iskola két 8. osztálya lép föl. Elsőként a 8. B osztályt láthatják, akik a Las Vegas-i kaszinók hangulatát hozzák most ide. A modern zenék és fodros ruhák egy igazi revű hangulatot kölcsönöznek az estének. Fogadják szeretettel műsorukat. A táncot betanította Igar Tibor, koreográfus. A produkció létrejöttét segítette Balogné Kanyó Mária, osztályfőnök.
A műsorszámon megköszöni és ajándékot ad át Domonkos Alajos és dr. Kovács Anita, PKC vezetőségi tag. Kérem az osztályfőnököt, Balogék Anna Máriát és egy képviselőt, az osztályból egy képviselőt fáradjon a színpadra. Gratulálunk! A Csok Rott Kálmánfi Bernadett vállalkozó ajánlotta föl. A bájlandós magyarul táncot jelent. Vérbesdítő zene, latin ritmusok, sármos fiú és szépséges lány. Ez mindegyütt van a 8. D-osztály műsorán. Fogadják őket szeretettel. A tánc koreográfusa Igor Tibor volt. A tánc tanításában közreműködött Bognár Beáta osztályfőnök.
vendégünket köszönti és ajándékot ad át Domonkos Alajos és Alapi Sándor úr, migráció vezetőségünk. Kérem az osztályfőnököt és egy tanulót az osztályból, fáradjon a színpadra. Thank you.
admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you for you. Again, you only answer.
hamarosan pohár köszöntő következik. Kérem az asztalonnál lévő legügyesebb urat, egyesebb hölgyet, segítsenek a pezsgő kitöltésében. És pedig felkérném Mészáros Sándor urat, pohár köszöntője megtartására. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves népnökök, polgármester úr, Krisztina asszony, kedves barátaim, sporttársaim és minden egybegyűlt kedves vendégünk. Úgy gondolom, hogy ezután a három program után, ha nem mondanánk semmit, akkor is boldogok lehetnénk, hogy itt lehetünk együtt önökkel és farsangozhatunk. Itt a farsang harsog a bál, hallhatjuk és láthatjuk a különböző hírekben. Örömteli az, hogy itt vagyunk, és immáron 12. alkalommal ünnepeljük farsangunkat, a jótékonysági sportbált. Egy ilyen bál megszervezésében nem is lehetne jobb célt kitűzni, mint a sportolni vágyó fiatalok elképzeléseinek teljesítését, városunk jó hírnevének öregbítését, Füzesabonytól Törökszent Miklósig, 4 megyén keresztül. Kedves fiatalok, kedves sporttársak! Ne felejtjétek, hogy jövőtök elsősorban a ti kezetekben van. Tudom, nem könnyű edzésekre járni, hétvégén mérkőzésekkel részt venni, de higgyétek el, hogy nagyon jó egy csapatban működni, dolgozni, ahhoz tartozni, és azért tenni. Tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm önöknek és mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak bálunk színvonalának emeléséhez, ennek az eléréséhez. Emelem poharamat a pásztori sporthagyományok méltó színvonalú fenntartására, a gyermekek, a szülők, a sporttársak, vezetők és mindannyiunk egészségére. Hajrá, pásztor! Isten éltesse önöket, kedves egészségünket! Kedves vendégeink, kezdődik a vacsora, mindenkinek jó étvágyat kívánunk, és a legközelebbi programunk a táncon kívül 11-kor a tombola sorsolása.